Tessék. Köszönöm szépen. Közel 10 éve, érted? 9 plusz éve, és sosem mondtuk, hogy tessék, mindig 3-2-1 van. Na hát most elhangzott az első tessék, a te szabadból, szervusz Tomasz. Valami bizserek bennem, és azért már egyből mondtam, hogy tessék. Én pedig itt mondtam, hogy nagyon szívesen, vagy nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, bő tisztelettel. Legmélyebbekkel. Hogy vagy, kedves Tomasz? Sziasztok, üdv mindenkinek, tessék. Most mindenki... Ajaj. Gyere be ide szerintem. Inkább. Mi csinál ez itt? Jött bányászni, nem fixen. Tudom. Nem tudom, inkább gyere be szerintem. Nem, már megint tele vagyunk. Hát persze, gyere. Jó, jövök. Már egy kicsit, ezt egy picit így. Igen. Jó, mehetünk. Ez gyönyörű a látkép, de előbb menjünk be. Jó, miért kell itt szaladnunk? Várjuk meg, míg elsuhannak a kapitányok. De miért itt ők, szóval, hogy ez így, hogy így tört, van esetleg valami olyan... Fogalmam nincsen, de hát szerinted van erre nekünk szükségünk? Hogy helikopterre vigyenek minket? Hát figyelj, végre valahára utazhatnánk. Ezek rendőrök voltak. Láttam, hogy rendőrök voltak, de hát a rendőr helikopter is helikopter. Ja, nyilván persze elvittek minket volna a turista utazásra. Hogyne? Egyértelmű. Világot látni, nem? Én azt mondom, hogy itt vagyunk biztonságban szerintem. Jó, és jól be is zártad akkurátusan. Abszolút. Megvárjuk, amíg kint elpuhul a mérkőzés. Hát gondolom valakiért jöttek, és nem szeretnék az a valaki élni. Tudod, mielőtt kitalálják, hogy valami illegális bármi van nálunk, vagy lejártak az okmányok, vagy akár. Azért az nagy zsuga lenne, hogyha egy lejárt okmányokért helikopterre vonulnál neki a bányához a rendőrök, szóval ott azért... Érezd a megtiszteltetést, tudod. Igen. Na jó, nem lepődnék meg semmin. Igen? Úgyis bent kellett ugye kezdenünk, mert... Igen, abszolút. Van itt nekünk még dolgunk. Mégis mi? Van egy zsáknyi gyémántunk. Zsákért kell elmennünk, nem ott tartottunk? Hát figyelj, én kivettem a világ összes szenét már. Aha, de az még mindig rottyom van. Igazából csak a szénnek kéne még zsákért elmenni. Az összes többi az gyakorlatilag szinte meg is van, nem? Be vannak öntve a gépekbe, már csak ki kéne, ki kéne őket. Aha, két rudra elegendő nyersanyag van itt nulla. Négy rudra elegendő van a vaskohóban, egy rudra elegendő van a nikkelben, és egy rudra elegendő van a krómban. Nem ezeket, rossz. Ezeket ki kell olvasztani. Jó lenne még egy izét. Várja most a gyémánt, abból sikerült bezsákolni? Itt van nálam egy zsákkal, igen. Az király, és ugye van benne valamennyi, azt beszéltük, hogy jó lenne, talán még egyen már tudnánk még egy zsákot csinálni, nem? Hát igen, de most akarsz még bányászni egyen? Hát ez nem hiszem, hogy akarat kérdése. Egyszerűen kell, a muszáj. Aki ezen az ajtón egyszer bemegy, az tudod. Én értem. Na most gyorsan így a hangkrízissel kapcsolatosan engedjétek meg, hogy egy fél mondatot mondjak. Szóval, hátra dőlök. Nyugodtan dőlj hátra. Nem jöttünk rá. Az van, hogy az MTA hangerő működik, az SFX hangerő működik, szóval mind a kettő működik, ugyanakkor, ha én most mondjuk Tomasznak véletlenül egy... Nem. Nem? Felkészült. Szóval, hogyha ez nem működik. Ha beszállok egy autóba és beindítom, azt nem hallom. Ha valaki elmegy mellettem otthon, azt hallom. Se én, sem Tomasz nem jöttünk rá, hogy ez hogyan és miért van, majd valamit biztos újra telepítek és akkor az meg fogja oldani, de hogyha ilyen hang anomáliákkal találkoztok nálam, akkor az emiatt lehet. Jó, csak ez csak egy ilyen mellékes megjegyzés volt. Közszolgálati híreink végéhez értünk. Kérjük, használják a hármas vágányt. Szóval akkor menjünk még egy gyémántér? Én azt mondom, hogy ízé lehet, hogy megdurranthatnánk egyet. És akkor jobbra kéne elmenni az új, hogy hívják be, nem? Azt beszéltük, hogy jobbra nyissunk egy új járatot. Igen, és azt akkor még gyors feldolgozzuk, amit találunk, és akkor avval egyben megiramodunk a Dénes úrhoz. Déneshez? Dénes Dezső, igen. Na jó, akkor óvatosan kiszaglázunk, hogy mi történik kint, hogy tudunk-e menni? Mindenképpen rá akarom hozni a rontást. Igen. Jó, egyelőre tisztán tűnik a terep. Fedez. Mivel?
Tessék. Hát abból. Hát mivel már csak? Hatékonyság 4-es. Bucs. Át itt van. Ó, gyerekek, nagyon megijedtek. Megijedtek. Ez itt a valóság. Ez a szabadság levegője. Na jó, igen. Akkor viszont menjünk be, és akkor csücsenjünk be. Melyik gépsassal megyünk? De most hova megyünk? Zsákért, meg dinamitért, nem? Hát el kéne elkezdeni robbantani egy újjáratot. Újjáratos, szerintem még van nálam. Várjál. Nálad van? Mert nálam nincs, várjál, én már próbáltam. Kézzel. Aha, van, egy. Ó, hát az ennyi. Jó, és egy akkor zsák. Mit van, az nálam? Nincs. Mit van nálam? Nyers metamfetam. Ezt még nyertem valami pörgetős din, nem? Valami halloweeni eventkor. Lehet. Lehet, hogy azért. De sose tudjuk, hogy mikor jön jól. Ez... bármikor. Bármikor jól jött, így van. Ez egy ilyen... Két dolog lejön nálad, hatékony négyes csákány. Nyert metamfetkó. Nyers. Na, akkor, hát most nem akartam kimondani teljesen, mert a YouTube az azonnal letilt mindenhonnan. Hát nem kimondtad. De az... Mivel banki tartozásod 20 ezer dollár felé nőtt, levonásra került a tartozás összege a készpénzedből. Micsoda? Ajaj, az micsoda? Egy csekk lesz, nem? Ja, behajtotta rajtunk a csekket, amit kaptunk, mi? Ah. Kaptál egészen pontosan. Ezeket nem lehet a csekkeket így átruházni? Persze, mindenképpen. De most mennyi az egyenleged? 530. Hát az nem olyan rossz. Akkor még azért van pénz lóvéra. Hát van, de helikopterre nincs. Még véletlenül se kelljen azt érezned, hogy nem jött be az élet. Uh-huh. Na, azt mondja, hogy akkor csináljuk azt. Akkor menjünk el zsákért? Hát vagy igazából menjünk el zsákért. Hát vagy figyelj, kezd, vagy legyen az. Ez egy komoly dilemma. Kirobbantjuk a járatot, robbantsuk ki a járatot, és igen? Utána menjünk oda a kis gépsassal, és utána te kezd el ütni, csapni, gyapni minden, és én addig elszaladok zsákért. Mit szólsz? Veszélyesen hangzik, azt kell, hogy mondjam. Hát szignifikánsan megnő a halálozási aránynak az esélye, de én azt gondolom, hogy ha ésszel és kitartóan küzdünk, akkor talán túl lehet élni ezt a nehéz kalandot. Most gyakorlatilag, ha jól értem, akkor én fogom csinálni a csicska munkát, igaz? Nem, hanem mivel te jobban félsz a rendőröktől, ugye? Itt az előbbi kalandban láthatjuk, hogy... Nincsenek ott. Micsoda? Hát de már nincsenek ott. Na de mi van, ha visszajönnek? Mi van, hogyha látták, hogy bemenekültünk, és mi van, hogyha tudják azt, hogy mi zsákért akarunk menni? Mi van, hogyha a nyomozati... Ujjjjjjj. Ravasz ez a férfi. Az biztos. Micsoda? Az én itt elmondjuk. Az a gyújtózsinór, az... Bevette a kék pirulát rendesen. És? Most mi a bajom, hogy fickós? Én a helyedben egy picit még hátrébb állni. Nem már, ennyire? Hát... De most ez robban, tudod? Az. Az se rossz. Az. Na. Igen, és akkor én... Most... Most, ha jól értem, akkor most jön az, hogy én álljak neki csinálni, és te meg elmész, ugye? A színpad a tiéd. Hogy rohadjál meg. Nem. Hát de most elugrok csak zsákért. Figyelj, mi kell? Várjál, beszéljük át, mert akkor itt a veszély... Én nagyobb veszélynek teszem most ki magam, látod? Én biztonságban szeretek télet tudni, mert annyira szeretlek. Szóval, hogy tej meg kifli, de tényleg mi kell? Zsák? Mondjuk mennyit hozzak, egy tizet? Mondjuk egy 20-at, ha már így felajánlottad. Igen. Hozok 20 zsákot, és hozzak-e még valami mást? Nyugalmat. Békét, szeretetet? Dinamit? Igen. Hát figyelj, hogyha jó áron találsz, akkor hozzád dinamitod, de igazából szerintem kontraproduktív lesz. Jó, akkor hozok zsákot. Hát de most, tehát még egyszer, tehát az árát azért megnézheted? Hát de nem tudom, hogy mi számít jó árnak és rossz árnak. Nekem elmondod, hogy mennyi az annyi, és igen, én azt fogom mondani, hogy buy or no buy. Oké. Okay. Oké. Okay. Érted? Und jetzt wir möchten Englisch sprechen in der Kleine, in der egész rész. Hát az mondjuk mindenképpen sikert fog aratni. Ez most nagy dilemma, várjál, most nagy dilemma elé állítottam magam. A passzát? Melyik sassal menjek?
Hát a... Ugye gyakorlatilag szerintem a ladánkat azt akkor kell használni, amikor exkluzív helyre megyünk, nem? Azt mondod? Hát... Akkor... Hát meg azért itt az ajtó. Az még mindig egy nagy jobb. Hát persze, meg... hát az ajtó. Ullállá! Hát találtam is valami szépet. Csillog, csillog, csillog. Platina. Hoppáli. Platinát közben találtam. Csak hogy tudd, hogy itt is zajlik az élet. Itt is zajlik ám az élet, rendesen. Már összetörted, kedves? Össze még nem törtem, de mondjuk azt, hogy ez a kisbolt, ez nagyon exkluzív hely lesz, meg hogy kell egy bikakábel. Mi van? Mi? Mi? Nem tudom, le van merülve a passzában az aksi. Mi az, hogy le van merülve? Ne engem kérdez, hát nem tudom. Hát, te szálltál ki belőle utoljára, nem esetleg, nem... A az benzin nem fogyott ki, ugye? Vagy a gázolaj? Hát az aksi világított pirosan. De gázolaj van benne? Azt mondjuk nem néztem pont. De hát múltkor biztos, hogy leállítottuk. Lehet, hogy a lámpáját, mert annyira bucira van törve, ezért lehet, hogy a lámpáját nem néztük meg, hogy le van-e kapcsolva. Vagy baszottul gyújtású hagytad. Az semmi kizárható, én nem tudom megnézni a benne lévő üzemanyagot. Nem tudom megnézni az üzemanyagot, mert mivel gyújtást tudok rárakni, ezért nem is írja ki. Most jön az a pont, hogy milyen szerencse, hogy elhoztuk a ladát. És ez ebben innentől kezdve biztosak lehetünk, hogy ez bármikor be fog indulni. Ez egy elpusztíthatatlan gépsas. Hát igen, mert én leveszem róla a gyújtást. Ujjjj. Hát ez jó hangzik. De várjál, és motor... az, nálad van a kulcs? A ladához persze. Ja, akkor jó. Olyan, mint hogyha motorikusan ezzel se lenne valami százas. De jó, csak a bányában nem ment. Jó, itt valami izé, valami azért megy el ordai. Ujjjjj, mögöttem durrog. Durván. Hát ez megint egy ilyen kis hibrid. Autó. Szóval igen, érdekes, igen, szóval a hang az nincs. De... Most te tereld a témát, bozd meg. Hát lemerítetted a passerattit. Először is nagyon tetszik, hogy így hívod. Másodjára pedig... Köszönöm, hogy így hívod, tudod? Másodjára pedig... Szerintem kedves, másodjára meg bozd meg. Másodjára pedig lehet, hogy igazad van, de az még jobban biztos, hogy... Hogy ne gonoszkodj velem, Léci. Érzékeny vagyok. Nézd meg szegényként, bal szemben. Nehéz napokban vagy? Ó, micsoda. Hát ez nem is hazád megy el, Ordi, és ez egy Zsozi, egy Ember Energy drinkes Mustang, vagy nem tudom mi ez, Camaro? Valamelyik. Kurva jól néz ki ez a... Kurva jól néz ki ez a dizájn. Szép. Na, mi kell nekünk? Zsák és dinamit kérdőjel. Vasco's tett ez. Ja, Cameron Diaz. Mondizu. Hamburger és hotdog nem elérhető. Oh. Hát nem is azért mentél. Zsák nem elérhető. Nem elérhető? Nem. Meglévő járatra a dinamit pedig 100 000. Hát az sokallom. Akkor menjek az északi boltra? Át kéne menni valami. De ne menj messzebb egyedül. Abból óriási baj lesz. Jó, a szülői módot be kell kapcsolni. Ne kell korlátozni. Azaz. Jó, akkor visszamegyek. Akkor ez nem nyert, nem nyert hangszórót ez a kaland. Akkor viszont nagyon opa. De bikakábel az kéne, az van nálad? Nálam nincs. Hát és nálam sincs jelenleg. Hát de majd akkor járunk a ladával. Örüljünk, hogy visszakaptuk, nem? Hát de nehogy már beindítsuk. A passzátot? Hát, nem ártam szerintem beindítani, nem? Na, már megnézem, hogy... Azért most volt teljes felújításon ez az autó, a világ összes pénzét rákölt. De a világ összes pénze azt nem befolyásolja, hogy vedd le a gyújtást, avagy kapcsold le a lámpát, nem tudom melyik történt. Vegyek neked egy pici hifit? Nyugodtabb lennél egy pici hifitől?
Egyébként nagyon élvezném, hogyha itt különböző kellemes nóták szólnának. Éj, lenne cingemmelbe készülök. Nem, ez így nem lenne jó neki. Tehát, hogy te akarod betölteni a pici hifi szerepét? Az biztos, értem? Hogy erre a YouTube nem találja meg a copyright claim-et. Ebbe biztos lehet, szóval annyira még nincs jó hangom. Hát nekem az is jó, hogyha te énekelsz. Nekem attól kedvem azért kirózsásodik. Nem, Sanyi kettjénel, hogy... Na veled mi van most? Velem? Nem, itt van egy kilométer hiányos arc. Elviszel? Nem. Hú, de sokáig gondolkodott a jó cselekedeten. Nem. Azt mondja, fizet. Szállj már be. Az igazi hiéna. Nem, hát ez... És remélem valami beépített navos ellenőr, érted, és a végén kéri a számlát. Nem viszem el, valami autókerhez kellett volna. Látod rajta, hogy nem navos? Nem, autókerhez kellett volna minden oda, meg most nem, oda most pont nincs fuvarom. Viszont innen eltűnt az arc, aki itt két hónapig itt áll a hídnak a lábánál, szóval jók vagyunk. Tényleg? Aha. Mi lehet vele? Ez egy jó kérdés. Okay. A hit fantomja eltűnt. Olyan index hangja van Aladának. Igen. Igen, mert azt mindegyiket megcsináltam. Frankon. Minden autóhoz külön tartozik. Mármint igen. Kategóriájának megfelelően. Igen. Igen, nem szoptam le magam, miközben mindent beállítottam. De és mi ez? Beültél ilyen autókba, meghallgattad, és akkor utána szájjal indítáltad? Nem, azért sejtem. Vagy... Nem, mert csináltam egy csomóféle indexhangot, és akkor ami hozzá passzolt, azt tettem be hozzá. De hát az indexhang csak egy dolog volt. Öf hangot, mindenféle fasságot megcsináltam. Tagpozit. Hát, szép idők voltak, el voltam egy pár hétig. Ez így. Viszont én nem találtam meg a kábelt. Hogy érted, hogy nem? Hát a boltban nem volt-e. És most visszajössz anélkül? Mint a pincs. Mint a pincs? Kérdés nélkül. Hát majd úgyis el kell mennünk zsákért. Ha veszünk zsákot, valószínűleg abban a boltban lesz, hogy bikakábel is. Így van. De most már nem... Jaj, de szépen haladtál. De ügyes igen. Vagy. Igen. Igen, igen, igen. És hogyha jól látom, ott ki is bukkant egy kis arany nekem. Jól látom? Ez ilyen komcsi arany, ez nem a tiéd, ez a miénk. Aha! Nickelérc, krómérc, vasérc... Nincs még diamantod? Na jó, akkor még hagylak egy kicsit, addig én megyek... Itt a pénztáros néni kifejezetten szimpatikus volt, aranyos volt, akkor megyek vele visszacsetelni. Kifejezetten leszopatszám, tehát ugye ebből nincs egy probléma. Azt mondod? Hát abszolút. Na várjál, hozom a úgy mozdonyt. Úgy érzem, hogy meg. De ne a mozdonyt, hozz a csákányodat hozd, aztán azonnal álljál neki dolgozni. Hogy kell kiszállni? Backspace még mindig. Ki is írja neked ott az arcodhoz. Jó. De bepánikoltam. Majdnem elraboltam mozdony. Na jó. Elrobló saját magadat is szeretném. Balra vagy jobbra szeretnél menni? Engem is jobbra szeretnék? Hát erre haladunk. De nem úgy. Jahogy a izébe? Hát egyértelmű balos terve. Azt mondod? Én ezt a pozíciót már megszoktam. Jó. Akkor csapjuk. Meddig megyünk? Azt azért találjuk. Mit tudom én. Első gyémántig? Első gyémántig. Mindenki készüljön fel egy rekordméretű epizódra. Ilyenkor szokott az jönni, hogy egy kurva gyémánt nem jött. Nem, hát ezért csak megfelelődünk. Múltkor nagyon-nagyon-nagyon jól mentünk. Jó, de mondjuk akkor már benn voltunk, hogy ennek nincs izéje? Ennek nincs... Semmilyen urban legendről nem tud beszámolni. Be tudnál, ha akarnál. Itt volt a kulcs a mondatban. Ugye? Nem, te nem tudsz, nem akarsz. Nem szoktak kunyat, de szép vagy az anyámat. Az oda mi? Néz. Ametiszt. Ugye meve. Kis dizájnos. Most az a baj, igen? Hogy most, hogy nincsen csák, vagy nincsen zsákunk, ugye? Igen. És hogyha nincsen zsákunk, akkor hogyha meg is csináljuk azt az egy darab gyémántot, és örülünk, mint majom a farkánál, attól függetlenül nekünk ki fog érni szerinted, hogy,
oké, van egy zsáknyi diamantod? Igen, mert nem, mert elő kell venni előbb a zsákot ugye a kezünkbe. Értem. És akkor jelennek meg az ikonok. Értem. Szóval hát teljesen mindegy, mert fel fogjuk csapni a mobiltelefonunkat, mert mi még ugye itt használhatjuk. Nem kell leadni itt a bejáratnál. És ott a hirdetésekben megnézzük, hogy melyik a legközelebbi olyan bolt, ami fel van töltve. Erre aha. gondoltam én. Aha. Érted? Tehát értem. Nem hiszem, hogy bemegyünk a városba, hanem biztos, hogy van itt valahol. Meg valami rémlik is, hogy azt hiszem itt feljebb a Bayside felé van ott egy bolt. Uh-huh. Valami rémlik, múltkor láttam. De és egyébként figyelj már, hogy vannak ezek a boltok? Szóval, hogy ez itt a bányához legközelebbi bolt, ez magánkézben lévő... Magán, persze, minden. Gyakorlatilag a plázán kívül, meg ilyenek, tehát a főbb helyszíneken kívül, meg például ott a Bayside-on is van a... Ugye a mining company, tudod? Hát ahol a Dénes van. Ott igen. is van olyan, akinél tudsz vásárolni, de az nem magánkézben lévő, ugye? Hanem a szerver által biztosított, tudod? Tehát azt mi csináljuk, de ezért cserébe kurva drága. Aha. Tehát olyan, mint a benzinkút, meg ilyen, tudod, hogy rohadtul nem éri, tehát hogyha minden kötél szakad, akkor éri ott meg vásárolni, tudod? Aha. És ezzel akarunk ugye lehetőséget teremteni annak, aki akar viszont boltot, tudod? Tehát van rá pénze, meg tudja igényelni, van hozzá helyen, mit tudom én, tehát ez egy ilyen összetett dolog. De hogyha, most nem tudom, hogy éppen van-e igénylési lehetőség, de fórumon biztos, hogy fenn vagy éppen hogy áll, akkor beruház, tudod? Attól függ, hogy milyen NPC-vel, milyen boltot akar, tudod? Uh-huh. Mert mit tudom én, ott is meg tematikákat ugye meg tudsz határozni, miért akarsz. Milyen fajtát, ugye. Meg hát van nyilván ez a mindenes is szinte. De és az, hogy ez a bolt, ez hol van, szóval hogy amikor építették ezt a bányász dolgot, akkor itt volt alapvetően egy bolt, és akkor azt mondtátok... Nem, szerintem akkor nem volt itt bolt. Én úgy gondolom. Akkor ez egyedileg lett ide téve, ez az objektum, most oké, hogy bolt, vagy nem bolt, vagy ház, vagy olyan, mert az hogy... épület az szinte biztos, hogy benne, hogy már volt, csak ugye nem ott kellett... Mi ez, van, meg vagy én? Nézd már, meg lehet, hogy nem az, itt a pont, ahol ütöm. Az nem az? Hát én nem látok kékséget semmin. Nem. Az én mi nem az? Mi az ott? De hol? Közel, ott a lábad előtt. Most ja, ez el. Réz! Ja? Ó. Hát vannak olyan falvak, ahol ez a bolt, vagy ez a gyémánt, de na igen, ott szóval... Ott egy másik réz, látod? Az ilyen. A gyémánt az kék. Jó, hát ebbe is láttam valami kék. De ez lehet, hogy ez már csak ilyen placebo volt, vagy ezért. Tudod, bele akartam látni. Aha! Meg kell nézni, hogy hogy áll a gyémántnak az árfekvése is most. Ugye, hogyha a boltot lecsekkoljuk, akkor megnézzük az árfekvéseket is. De szóval ennek megfelelően. Tehát igazából direkt úgy felárasztuk ugye a szerver által biztosítottat, mert ugye, ha esetleg nincs feltöltve egy boltse, meg mit tudom, vagy inaktív éppen a tudaja, mert mondjuk elmegy nyaralni két hétre, vagy ki a fasz tudja, tudod, vagy nincs gépe, tehát úgy nem liárhat ugye a dolog, hogy nincs ellátva valami áruval, de hogyha csak a szerver által van, akkor az nyilván jóval drágább, pont azért, hogy a többieknek legyen árésük. Uh-huh. Tehát lehessen ebből keresni. Van, akinek boltja is van. Na de azt akartam kérdezni, hogy ezt itt, ami itt van, a bánya mellett. Azért ez elég OP helyen lévő bolt, valljuk be őszintén, hogy azért itt azért elég sokan igen. megfordulnak, nem? Igen. Ennek ilyenkor, amikor ez bekemer, eddig azért valljuk be őszintén nem nagyon jártak ide, vagy errefele emberek. Igen. Viszont most ezzel a bányásszal, mivel ez egy jó dolog, ezért egyre többen járnak ide. Igen. És a bolt ez már ezelőtt is itt volt és bolt volt, vagy amikor a bányászat bekerült? Kettőt is könnyebbet. Nem fogom mondani. Nem tudom. Nem tudom, ennyire azért nem tudom. Hát nem akinek rá, hogy... ez a boltja van, amit most nem töltött fel egyébként, balfaszka, ma bocsánat, hogy akinek ez a... Mi dicsérő? Nem, hát akartam zsákot tenni, nem tudtam. Szóval, akinek ez a boltja van, azért az elég OP, szóval, hogy ő neki elég jó biztos. Helyen van a boltja. Biztos. Valószínűleg ez most egy elég drága bolt is. Biztos. Így maga a helye. Biztos. Hogy ezt így megved. Biztos, de hogy aztán ez most volt, öttem, vagy nem, én ezt most tényleg így meg nem mondom neked, hirtelen vissza tudnám nézni, mert ugye pontos dokumentáció van arra, mikor lett lerakva, kié, hogyan, merre, meddig, interjúról. Minden interjúról, minden boltról, úgyhogy... Nagyon kegyetlen. És az ilyen benzinkutak, azok is privát kézben vannak, vagy az nem. is általatok? Nem.
Nem, az nem privát. Az nem privát cserében, hogy jó drága. Aha, hát mint minden benzinkút. Persze. Akkor ez legyen a következő? Veszünk egy boltot? Abszolút. Látom magam előtt a lehetőséget. Hát nem kis befektetés, azt tudom. Hát ez ilyen 10 milliós költségvetés, nem? Biztos, szerintem több is. Nem tudom. Meg kell tudja utána feltölteni áruval. Hát meg azzal foglalkozni. Ne, néztem egy srácot nemrég, aki csinált erről egy videót, hogy ilyen többet is üzemeltet, és akkor az egyik ilyen helyen van, a másik olyan helyen van, és ilyen erre specializált, meg paraméterezett Excel táblába vezeti, hogy akkor az árakon, milyen árésen, hogyan lehet versenytársadalmaz, és stb. Néztem, hogy atya úristen, tudod, hogy... Hát mindenben meg lehet találni a szépséget, tudod? Nagyon kegyetlen. Igen. De egyébként ez szerintem szép dolog, meg jó dolog, hogyha valaki ilyen fajta dedikációt így bele tud ilyen dolgokba itt tenni, szóval az így hasznos tulajdonság az életben. Abszolút, persze. Legalább akkor hasznos, mint amennyire nagy dedikációval tudom én csapni ezt a 6 darab kis ikont, hogy végre egy gyémántot találjunk. Hát ez... Figyelj! Most jelenleg, mondom, én azt érzem, hogy most jött el az a pont, hogy egy kurva gyémántot nem fogunk találni, hogyha csak arra megyünk. De nem baj, mert cserébe viszont nagyon sok minden mást is találunk. De... Nagyon sok minden mást is. Igen? De gyémántra jöttünk! Mi? Látjátok, srácok, a terhetetlenség, ezt hívják annak, hogy van egy zsákunk, és örültünk az egy zsákunknak, de mivel pont majdnem két zsákunk lett volna, ezért most itt vagyunk, és gyapjuk itt a követ, hogy hát ha lesz még egy darab, amivel két zsákunk lesz, ami amúgy marára nem garancia arra, hogy két zsákunk lesz. Nem garancia, semmi se garancia, hát figyelj, most még azt mondom, hogy pár percet áldozzunk rá, hát hogyha nem, akkor elkezdjük a bedolgozást. Betakarítjuk a betevőket. Jó, de hát az meg már... Na, ha most megállunk addig, ameddig nem találtuk úgy, hogy egyébként itt töltöttünk 20 percet és így gyaptuk, akkor tényleg azok leszünk... Nem életre, értem a több összám. Életre keltjük azt a mémet, amikor tudod, a két alagút van egymás igen, között, igen, és egy gyémánt előtt megállnak. Hogy ez most minden szerencsejátékos függő nézőnknek gyakorlatilag egy ilyen érvágás lesz, hogyha mi most megállunk úgy, hogy nem találtunk. Tehát most azt gondolod, hogy mindenki izgatottan várja a pillanatot, hogy megtaláljuk? Szerintem egy ország ül most tűkön, és gyakorlatilag a villamos hálózatok álltak le a Budapesten, most ebben a pillanatban, amikor nézik ezt az emberek. Vasárnap... Nagyon nagy baj, mert ez a 35 fok is meleg volt, de még több villamossági hálózat leáll, abból baj lesz. Eddig sem bírtál. Na igen. Mire gondolsz? Mi nem bírtál? Fogalmam nincsen. Azt mondod? Nem. Figyelj, az a baj, hogy kibeszéltem ezt a témát már egy streamben, majd mostanában szerintem fölkerült a VOD csatornára. Na, most azért álljunk meg egy pillanatra. Igen. Te kibeszélted, ez azt jelenti, hogy akkor én már nem is számítok. De, azért kérdezem, hogy nem tudom, mire gondolsz. Át kettő, várjál. Mi az, hogy már fölkerült, vagy nem tudom? Hát nem, kitöltik. Nem tudom, hogy eddig megvágásra került-e, amikor ez kikerült. Ametiszt! Az ametiszt, ez a gyémánthoz képest milyen áron megy? Azon kívül, hogy amúgy jobban néz ki szerintem, mint a gyémánt kicsit szarad, igen, de hogy szignifikánsan vagy? Szignifikánsan. Akkor nem kéne. Határozottan. Az ametiszt, az kérlek szépen, most 30 ezernél jár, míg a gyémánt az 394 ezer. Uh-huh. Van egy icipici különbség. Ez egy marginális, tényleg egy ilyen tök elhanyagotoltó kis százalékban is. Egy lájtos tizede csak, tehát most... Hát ez százalékban is éppen, hogy csak kimutatható kis... 10 százalék. Most nem éri meg. De szép, na. Ez fél. És akkor lehet belőle ékszét csinálni az asszonynak? Vagy hogy van ez? Abszolút. Egyébként az mekkora lenne? Tényleg lenne mit? Utána ízje. Hát, hogy nem csak az, hogy eladod itt a, nem tudom, furkosbossznak, vagy hogy hívják, Dezső, Rezső, Géza, nem tudom valaminek. Dénes, hanem hogy érted? Dénes, utána, fémes Dénes. Utána mit tudom, én ékszereket tudnál belőle csinálni.
és utána meg lenne a körforgás, mert utána ékszereket csinálsz belőle, aztán utána elásod őket, azt detektorral megtalálják, és akkor így meg lenne a világ körforgása. Csak nem ametiszt, ametiszt berakásos, gyönyörű női ékszerre gondolsz, amit a emberkék itt hordanának, igaz? Őszinte leszek. Nem vagyok tisztában az ametisztnek a felhasználási formájával végletekig. Bénségesen elítélendő. Hát ezt tudom, ezt anyám csöcséből kellett volna magamba szívni ezt a tudást, de hát akkor pont nem, akkor pont aludtam. Aha. Mit csinálnak az ametiszttel? Honnan az anyámból tudjam? Hát ezt mondom, hogy pont onnan, hát most mondom, hogy ott kellett volna magadba szívni. Hát nem tudom. Hát gondolom, amúgy... Lehet benne igazság, hogy ékszert. Itt nem az a baj, hogy ezből most ékszert mérne, hanem avval van a baj, hogy utána hidd el, hogy a kanalas Dezső nyakába fog lúgni az első gyönyörű női ametiszt nyaklánc. Ebben biztos vagyok. De hát érted, akkor lenne még egy kis extrázási lehetőség a karaktereken, tudod? Hogy nem az van, hogy nekem van nem a biztos, hogy erre az extrára vágyok, tehát hogy ezt akarom viszont látni. Miért nem? Nem is értem. Hát nem tudom. Miért neked kanalas Dezsőnek a nyaklánca nem tetszik? Hát, de, ilyet, Dezső ezt. Is tetszik egyébként, de ezt még nem mertem bevallani. Nem akarod, hogy takarja ezt a kecses nyakát, nem? Hogy adok oda a csókot akkor? Azaz, egyébként is fémallergiád van, meg minden, tudod? Nem, abszolút. Háromszorosára dúzzad az ajkom. Jaj. Oké. Okay. Na. Ja, szóval elektromos hálózat, kórház, igaz? Ja, nem, mert szóval, hogy miért asszociáltál erre? Figyelj, ez egyébként, szóval, hogy mondjam? Hogy azért az Isten kurva faszát, na, tehát, hogy azért bazd meg. Igen, de úgy teszünk, mintha minket tökre meglepne az a rendszer Magyarországon, hogy úgy nem, nézik. Nem lep meg, de, csak de várjál, nem, hogy gyakorlatilag, jaj, hát a hálózatot leterheli, jaj, hát nem működik egy-kettő. Haver, ha nem tudnám pontosan azt, hogy ez az egész szisztem úgy működik, hogy azt mondja a szakértő, aki kérdés, hogy kinek a szakértője, honnan gyűjt meg egyébként, mennyiért szakérti azt, amit ő nagyon megszakért, meg amúgy, hogy az egyetemen mennyire lögdösték át, ugye, megvett vizsgákkal, mint ugye egy-két végrehajtói irodának a fejét, szóval ez is egy ilyen kérdés, és hogy mennyire milyen szakértő, mindegy, olyan a szakértő, hívjuk a szakértőnek, aki bemegy egy ilyen épületbe, de szakértő, megszakérti, hogy egy ekkora épületnek ilyen ellátottság mellett, meg ilyen felhasználási mód mellett, mert egyébként egy kórház az nem egy társasházi lakás, amit egyszer becsuksz és utána két perc alatt lehűtöd, meg nem egy panellakás, amit egy kis plitkémával le lehet hűteni, hanem nagy ajtók, nagy emberforgalom, kikben nyitja, stb. De mondjuk bejön a szakértő, azt mondja, hogy ide mondjuk egy, most mondok egy számot, egy 8-as klíma kell, aminek 8-as a száma, az erőssége. Ebből kell mondjuk 15. Jó, köszönjük szépen szakértő bácsi. Jó. A 8-as klíma mennyibe kerül? Kerüljön 8-ba a 8-as klíma, hogy egyszer legyen számolni. Jó, szuper. Akkor kijön a másik haver a klímás céggel, a haver klímás céggel, azt mondja, hogy hát ide 8-as kéne tenni. Figyelj csak, nekem itt egy 3-as, mert ebből maradt raktáról jó pár, ezekbe akkor főszereljük, elírjuk 8-asnak, és a 8-asért plusz 20%-ot elkérünk. Kért, az jó van az úgy. Szóval itt ez a baj az egésszel, hogy nem az, hogy most éppen aktuálisan ez a tünet, hanem az, hogy a betegség az a háttérben más. És a betegség az, hogy egy 1 millió forintból felépíthető padot felépítünk 8 millióból, és közben egy 300 ezer forintos pad kerül lerakásra, ami annyit is fog érni, mint egy 300 ezer forintos pad. És valószínűleg ez a különböző közintézményeknek a gépesítésével, klímarendszerével, stb. Is így van. Ja, nagyjából szerintem. És ez meg nem okozhat senkinek sem meglepetést, hogy ez így van. Hát nem, meglepetés, nem fizet csak, vagy nem fizet. Azt akartam az egészben mondani, hogy közben meg elképesztő mennyiséget számolnak el azért, amit úgy hívnak például rendszerhasználati díj, ami ugye elvileg a fejlesztésre van, meg mi egyébekre, áfaszomat. És ne. Meg akkor a 27%-ot az áfának, ami egyébként már egy bucira adóztatott fizetésedből jön.
Jó, oké, tehát hogy ezek alapvető dolgok, amikről itt elkezdünk beszélgetni, de nem akarom meghallani 10x év után bazd meg azt, hogy ja, hát a... erre nem voltunk felkészülve. Hát ez meg a hálózat nem volt. Az fú, bazd meg, na. Tehát, hogy kurvára ne. Kurvára ne. Mondd azt, hogy gyerekek, elbasztuk, érted? Illetve hát egyszer már láttunk ilyet, de hát ugye... Az. Olyat sose fogsz hallani. Nincs. Nem, olyat elbasztuk. Biztos, hogy nem. Az egyszer volt ebben a sztoriban. Tehát... Ott nem jól mondtál, nem jó helyen mondtál. Az örök tapasztalat lesz. Ilyet nem mondunk. Igen. Bármit is csinálunk, hibázni nem tudunk. Nem is tudnak amúgy tényleg. Tehát majd azt mondjuk, hogy perfect. Nem, hát ez abszolút nem. Hát persze. Majd azt mondjuk, hogy minden szükséges információt a sajtó számára biztosítottunk. Mi volt a, mit mondott a lemondott néni? Aki ugye már miért adtál nekik egy elmet? Hát elmondtam a sajtótájékoztatót, de hát nem mondta, de elmondtam mindent, amit el kellett mondani. De hát nem tetszett elmondani, de elmondtam mindent, amit el kellett mondani. És igen, tudod, a South Parkból biztos vágod, még azt ilyenkor mindig ez jut eszembe, a néz támadni akar, tudod? Nem, nincs meg. Nincs. Amikor úgy lőtték le az állatokat, ugye benne egy nyilván ugye karikatúra volt, hogy ugye nyilván az árvok is csúszít meg egyebeket, azért nem mindig így lelepőtözgetni, tudod. De volt a jelszó, nézd, támadni akartod azt. Dur! Támadni akartad, ennyit. Elmondtam. Dehogy nem mondtam. Most én arról nem tettek, hogy süket vagy, tudod. Így van. Nem értetted? Semmi van. Majd is elfelejtik. És látod? Nem, csak ennyire szarok. Legalább annyiban nézzem valaki, hogy legalább találj ki valami jobbat. Tehát, hogy legalább egy team dolgozzon ki egy észszerű választ. Arra, nem is, hogy, hogy nem is sikerült. Nem tudsz észszerű választ kitalálni arra. Szóval, amire már nem tudsz észszerű választ kitalálni, ott meg jön a basic politika első osztály, a másik okolása. Csodálom, hogy nem vették elő a Gyurcsányékat. Ja, de várjál, elővették. Az volt az első. Hogy a picsába? Érted? Hogy? Fiatal ember volt, amikor meg nekiálltak, tudod? Hogy? Szegény most meg már nagyon ősz, és még mindig. Ezeket bezáratta a kórházakat. Mi fasz köze van ehhez? Na mindegy. Messze szeretnénk elhatárolódni egyébként mindenféle ilyen izétől, de ez már tényleg a annyira sajnos a közélethez tartozik, basszus, hogy ilyen mocskosul ezt nem sikerül megugrani, ennyire mocskosul elvérzik ez a történet. Mindezt úgy, hogy egyébként havi szinten egy nagyon szemmel is jól látható összegbe kerül ez mindenkinek. És kinek több, kinek kevesebb, de mindenkinek. Tehát, hogy bazd meg, ez a tény. És akkor utána még ennyire mocskosul képes valaki kiállni a tribűre, és azt mondja, hogy ez meg ez volt az oka. És utána, hogyha el van mondva, de hát figyelj, nem ez az oka. De. Hát de... nem penés volt, hanem poros zsír. Igen. Hát, hogy ennyire hülye vagy, bazd meg. Hát nem érted, hogy nem az. Hát az csak zsír. Hú, köszi. Haj, de jó. Hát így már megnyugodtam. Mindegy. Ezek csak... Bocsánat, ott kéne lennie? Hát nem dolgozom ott engem, erre megkérdezzen. Jaj, jó. Nem, hát ez... Hagyjál már a hülyeségeid, de miket kérdezkeztek? Nem, egyébként ez az egész, hogy... Oké, figyelj, most két olyan dologról beszélgetünk, ami ki lett ragadva bizonyos történetből. Csak az a baj, hogy ez unblock jelen van. És egyébként nem csak itt, hanem máshol is az élet számos területén, bazd meg, amit mentalitásnak hívnak, és számomra felfoghatatlan, hogy ezzel így előre lehet menni. Mármint nem a szóban, hanem, tehát nem az idézetekben, hanem az, hogy bazd meg, valamiért reggel felkelsz, valamiért csinálod a dolgodat, valamit szeretnél vagy elérni, vagy megcsinálni, vagy véghez vinni, vagy mert ez az élet rendje, teljesen mindegy, de hogy amikor egy és ez ugye, tehát azért mondom, hogy az élet számos területén, amikor egy boltban az eladó az megkérdezett tőle, hogy te ne haragudj, ez a termék, ez most van nálatok? Persze, de kurva sok a dolgunk, most nem pakoljuk ki. Hát, ja, jó. Tehát, hogy jó. Miért? Az IKEA ezt csinálja vele 15 éve. Bocsi, ez a termék van nálatok? Persze, szedd le, bazd meg. Ja, jó, de az legalább az, hogy szedd le, de én nem mehetek be a raktárba levenni. Hát, mondtam, jó, semmi gond, húzd fel azt a csodafüggönyt, kedves Aladdin,
hadd kelljen útra, ne megyek, bazd meg, leveszem. Azt, oda nem mehet be ide. Hát, akkor bazd meg. Húzd fel ezt a csodafüggönyt, és tényleg rátenyerelnek mind, és így felmegy a csodafüggöny, és utána a mennyországba találod magad. Figyelj, egyébként látod, ez nem egy hungarikum, szóval nézd meg a franciákat, érted? Az egész olimpia alatt egy nap nem volt szaros a szajna. Egy nap, pont amikor úszni kellett. Ja, hát... Ezt a Látod? A szaros szajnára megérkeztünk. Van, azaz. Azaz. Meg vagyunk Houston. Jó, most még ezeket kiszedem. Ezt meg körbe metéled, azt mondod? Actually nem ez volt a cél, így... De a szajnánál az megvan, nem? Hogy az a szervezés pluszba. Rászervezés, ahol takra pontosan kiszámolták, hogy ha akkor onnan benyomod a fullánkot a vízbe, akkor pont amikor úszik ott a kedves polgármester, akkor találkozik vele. Igen, ez megvan, persze. Hát a franciáknak a tökük tele volt ezzel az egész. Egy az olimpiával is kicsit, egy a szajnával erőltetjük, mert egyébként a világ összes pénzét elköltik erre a fasságra, és ami egyébként nem fasság, mert amúgy nemzetépítő, vagy ilyen országimázs építő hatásban egyébként tényleg jó, és csináltak rá applikációt is, hogy, mert ugye mondta a Polgi, meg a ki a túró? Macron, hogy demonstratív jelleggel, amikor megtisztították a szajnát, akkor ők úszni fognak benne, és ezzel fogják bebizonyítani, hogy mennyire igen, tiszta. Igen. De ebből már csak ugye a Polgi ment, mert... Hát a végén a Macron egy... politikai okokból lemondta, és most előtte szerveződött az emberektől, igen. A konkrét applikáció is volt, hogy mikor, melyik pontba kell gitelned a szajnába ahhoz, hogy pont nyakon csípje az éppen ott demonstratív jelleggel uszikázó politikai főméltóságokat. Bazd meg! Nem tudunk sintépíteni, Márton. Bocsáss meg, hogy megszakítom a történetet. Mert nem barátom? Mert nincsen se talfánk, se sinünk szerintem. És azért utánfutóval kéne elmenni, amihez meg kéne... Után! Olyan, sínszából nulla, talfából nulla. Very nice! Lámpa is már csak 24. Hova tettünk mi ennyi sint le? Hát hova, meg másfél ezer kilométert elutaztunk itt, csoda, hogy nem kötöttünk ki valahol a hegy túloldalán. De ez most, hát ez óriási cumi lenne, hogyha ezt most sinek nélkül akarnánk begyűjteni, ami na, itt akkor van. Mi legyen, menjünk el zsákért, sinért azonnal. És mik a kábelért? Igen, mindenért. Na várj, akkor sietnünk kell, mert ez itt viszont cumi cecili. Ez el fog tűnni. Így van, nagyon jól látod. Bazd meg. Nagyon jól látod a helyzetet. Ezt milyen gyorsan megint... sietősé vált az egyébként kis laza, hogy hívják? Na gyere akkor viszont gyorsan csüssd be a ladába, és ami a csövön kifér. Gyere, gáz, csucsu. Figyelj, most leszarunk mindent. De várj, állj a ladával, megyünk. Ja, mivel menjünk, bazdek? Tudunk még lábbal menni, meg busszal? A kurva ezben a busszal szerintem jobban járnak. Figyelj, most ami a csövön kifér, jó? Figyeld meg, hogy a tetőn csákányozok éppen? Nem, egyszerűen nem tudok szavakat a zsenialitásodra. Yeah. Én bekötöm magam, hiába nem csipog, mert régi autó, csak mondom, de azért yeah. Kösbe magad. Jó, be vagyok kötve. Merre megyünk? Mondd az utat. Nagyon akkor nagy menjünk előbb a futóért, nem? Jó, ami a... Ez tud futót húzni? Tud futót húzni? De tud futót húzni? Azonnal utána nézlek. Doksiba be-x-eltem, amelyikre tettünk fonóhorgot. Azért, ha erre tettetek volna, az meglepne. Biztos? Mert akkor óriási bajba vagyunk, ugyebár. Hát akkor viszont... Merje, megpróbálok. Hát az a baj, hogy bikázás meg egyebek, az nem fog már beleférni. Bika kábel benzinkúton szerinted? Világfassága? Biztos, hogy nincs? Azonnal menjél! Hova? Van rajt vonóorog. Menjél. Oké. Okay. Hát a dinny és izék, hát ahogy dolgoztak, azért mondom, megnyugodtam. Aha. Jó. Figyelj már, amíg megyünk, mindenféleképpen úgy, hogy ne érj hozzám, de valami bemelegítést így váltájéken. Állj meg egy kicsit. Mi az, hogy ne érj hozzám? Hát, hogy... Hát most kezdett a probléma. Azt mondtad, hogy este együtt leszünk. Mondjad. Na, igen, ne érjek hozzád. Ne, igen, csak hogy annyi, hogy valami vál és vádli tájéken kis körző mozdulatokat
Dobjál be magadnak, mert hogy ezt biztos, hogy már a domnak az alját tolni kell, az is biztos. Ja, értem már. A faszt. Nem kell azt tolni. Főhúzza. Egyébként a múltkori videónk alatt kaptunk egy kommentet, hogy... Basszátok meg! Kiköpsz egyet, hogy mit csinálsz? Mi? Köpsz egyet, hogy mit csinálsz? Kirakod ja, persze. A kenyöket? Na, figyelj, büntetőfékezés. Igen, és újra egy BMW, hogyha jól látom előttünk. Igen, de ez most újabb. Ennek van esze. Ja, csak azért, mert újabb. Hát... Nem. Nem. Mert nem büntetőfékezett. Ettől függetlenül kérdés nélkül beledurranunk hátulról. Nem kell neki büntetőfékezni, elég, ha megáll a határnál. Bam! Ami a csövön kifér, gázcsúcsú. CJJ 49 a rendszámú. Métert, majd fordulj balra. Csak mondom. Ja, CJJ, aha, értem. Aha, mondom, hogy ebből büntetőzést. Ő nagyon játszik arra, hogy mi durranjunk egyet bele. Fordulj balra. Aha. Fordulj jobbra. Azaz. Eddig nem kaptunk büntit. De most mit csinálsz a tempomottal? 70-nel leállítom, mert rettegek attól, hogy szét... Ja, de mondjuk nem most állítsam rá, mi? Most inkább büntessenek, mint hogy eltűnjön az egyén mentünk. Oké, igazad van. Hogy ez kurva trafiradart még mindig nem tettük bele. Menj. Nem tesszük bele? Nem, most... Nem az a sárga. Most, igen? Most izét csinálunk. Most először... Megyünk? Tudjuk le ezt, mert félek, hogy el fog tűnni. A kibányászott cuccunk? Igen. Erősen benne van a pakliba. Azért mondom, hogy itt most nem, ne radarozgassunk meg itt izé baszoki terezet, hanem... Hát de akkor padló, bébi. Hát cucu, ott, ami a csövön kifér, de hát pirosan nem fogok átmenni. Annál nagyobb palimeló nincs, hogy még itt megállítassuk magunkat a rendőrökkel, még meg is basszassuk magunkat. Jó van, 1430, de legalább ezzel olcsóbb. Ezzel van kedvezmény ezen az autón. Mivel lassabb, ezért diszkántosan vág meg a trafi. Oha! Aha! Na most mit csinálják? Hát beengedi be az meg a kívülről jövőt. Hát nem tudsz mit csinálni a jóságoddal. De azt akartam neked mondani, igen, hogy akkor viszont most ezt az ajánlott sebességes táblákat most szerintem ne vegyük figyelembe, nem? Ja, nem, az gördeszkásokat van most. Egy ezeresre megkúrt, az igazából kiszámom, olyan 12-ből megfordulunk. Nem? Ez is egy matek? Hát még mit lesz 6. Tudod? 500, még lesz egy hatos, majd vissza is egy hatos. De amúgy várjál, itt lesz trafi, az biztos. Hol van mi? Ja? Oda ja, basztuk a futóművet, nagyon. Bírja, szereti. Szereti kapuják. Hadd legyen. Ja, igen, ez kell hozzá. Fordulj jobbra. Érzem egyébként azt a régi bőrszagot itt benne, esküszöm. Ugye? Azt az ikoruszos bőrszagot, az megvan, nem? Persze, De jó volt, amikor ki volt feszítve ott a forgóba, az a barna bőr, de jó volt. Azt, annál undorítóbb, gusztustalanabb dolog nem volt a földön. Imád. Néha így belenyúltál, tudod, és ilyen undorító csortány volt. Az állaga, a szaga, az íze, mi? Te Jézusom. És a fitmámat is kicsit, amikor neki dörzsöltem. Jézus Isten! Az felesd el! Elhatárolódom! Elhatárolódom! Én is! Ki ez a fasz? Aj, kenetként sosem használtam. Mi? Én nagyon szeretem az ilyeneket. Igen? Bármint a teljesen váratlan. De mi csinálni szagolni kóstol? Nem, a váratlan gondolatokat, amikor nem számít orra. Pocs, oda van írva. Akarom mondani, és jó, mindegy. Jó. Nem volt muszáj, nem is azért mondtam. Fordulj jobbra. Hát reméltem, hogy nem jön itt senki. Ezt az utat ennél ezzel az autóval megtenni gyorsabban. Majd fordulj balra. Nehezen. Kurva jó eddig. Figyelj. Félek tőle, hogy nagyon drága lesz a vége. Aha. Jó volt. Piros van. Igen, ez szeretném így az általános közlekedési morálba, érted?
a végtelen csapatás, kézifike, fordulás, baszatás, körforduló, padlóval, amikkel, gumi, kupunk, füstölő, minden, de piros a lámpa, akkor megállunk, bazd meg. Az úgy valahogy morálisan egy magasabb értékrendet képvisel a piros lámpa, hogy az úgy, az, úgy, hát az piros lámpánál piros lámpán. Piros van. Menj 500 métert, majd... Igen. Jó. Ez volt a harmadik, ugye? Nem, még csak második szerintem volt. Második? 2002-es, ez mennyi volt? Ez 2260. Még benne vagyunk a 12-be, bőven. Jaj, az easy. Fordulj, itt van valami furcsaság. Furcsaság. Valamit itt a GPS berúgott. Jól hangzik. Menj 500 métert, majd... Hol, te hova? Bazzeg, ez a világ végén van. Fiam, nem, ez egyik, most ez jó, mert a felső útnak megyünk, ez most tök jól visz. Itt jobbra. Ez eddig jó, mert pont lemegyünk, egy erre kell visszajönnünk amúgy. Balra. Ez jó, ez az út. Meg talán megúszunk rend. Oké. Okay. Wow. Volt egy kis... Volt egy kis... Puk. Puk? Puk. Aha. Fordulj balra. Nagyon jó ez az út. Erre megyünk vissza is, kedves Mártonom. Jó, azért attól függetlenül GPS-ezünk. Hát attól függetlenül GPS-ezünk, csak mondom. Jó? Akkor ott állj meg, tudod? És ki se száll, én egyből bér. Megérkeztél az úti célhoz. Wow. Ennyi, csucsú! Hello! Ennyi, csucsú! Eszméletlenül is ijedtünk, tessék vigyázni. Ez kell. Nekem a TR-650-es az enyém. Ne öfőcsatolják az enyémet. TR-650, ez a piros, az bátya. Volánbusz piros. Gyere, cucu, mehet. Csibre. Gyere! Kiskezi csókolom, szépnek tetszik lenni, mehetünk. Nem, ott a jó van, az Audi is megkupoljuk. Na, GPS! Ja, de mindegy, egyel sem menjél föl, az biztos. Hű, bazd meg. Jó, most várjál. Ú, bazd meg. Tudod, mit basztunk el? Mit? Nem rendeltük meg? A rendelést, ja. Ne jó, nem baj, visszamegyünk. Ezzel? Nem baj, visszamegyünk. Igen. De ne, rossz irányba megyünk. Jobbra. Akkor fordul úgy. Menjünk vissza arra, mert elkerüljük akkor a város. Pont ez a lényeg. Ott a hídon menj fel. Jó. A hídon. És akkor onnan majd újra fog tervezni, mert akkor így elkerüljük a várost. Lehet, hogy erre rövidebb, én azt aláírom. 300 méter. De... Mi kell kerülni a város? Mi? Hát a rendőrök miatt talán. Ja, jó. Mondd, hát az szerinted utat, mondd az utat, cucu. Egyenesen. Hát egy kicsi jobbos, kicsi balos. Fordulj balra. Úgyni. Mint a lovak a izé, egyenesen futva. Semmit nem nézek. Imádkozom. Itt fölmegyünk. Ha fölmegyünk. Fölám, balra. Azaz most már átvette a GPS-t, és csak itt a kereskedő. Látom. Itt átmegyünk. Itt vigyázz, mert mindegy. Jó. Yes. Semmi, azt akartam mondani, itt nagyon mennek a férfiak. Ja? Mi is? Igen. Igen. Eddig, innentől igazából jó, amerre visz, mert ugye ez az úton jöttünk. És most mi visszamegyünk a halál véreresébe. Nem, mert a bányánktól ott van 3 percre az átvevő, tudod. Ja, jó. Tehát igazából nagy kerülő, tehát ez most körülbelül plusz 2. Mindig nem vettünk sem zsákot, sem pedig izért. De a zsák most ráér. Jó, akkor most nem a zsák a prió, jó? Nem, mert akkor az a feldolgozással együtt majd megveszünk, jó. Tudod? Jó. Az most ráér nekünk, most az a lényeg, hogy most így, mivel nem így számoltunk, mert azt számoltuk, hogy gyors betermeljük a vagomba, feldolgozzuk, azt mehet eladásra. De hát azzal nem számoltunk, basszus, elfogyott a sin. Igen. Úgyhogy most itt ezt szoptuk be. 100 métert, majd fordulj jobbra. Bemért az út a trafi amúgy? Nem, hát hogy miért nem, 86-tal megyek, és azt is, na most, de csak 790. Okay. Jó, oké. Okay. Ez... Igen, sztornóz. Jobbra, piros! Leszarom, sietünk. Jézusom. Te zárd dollár, bazd meg! Hát azt mondom, hogy nem menj át azon. Azaz, húzz a picit. $5,000!
Az nem, ez elég jelentősen megnövelte a futó büdzsét. Jó, nem baj, mert még egyelőre jók vagyunk, szerintem még 12-ben benne vagyunk. Mert az csak 7-9 volt. A koszképünket. 7-9 volt a második, mint a harmadik trafi 7-9. Vezeted egyébként? Mit? Táblázatban, tudod? A koszkeppet? Igen. Hogy még mennyi van hátra? Hát nagyjából egy mennyi van még hátra, egy 8-as? Nincs annyi. Mondom. Állj, annyi szerintem. Menj 500 métert, majd fordulj jobbra. Most jók vagyunk amúgy eddig. Volt 2000, meg egy 1000, az 3, plusz volt 5, az 8, és akkor még volt egy 1000-es a 790-nel, az mondjuk 9. Akkor már csak 3000-ünk van a koszkeppből, amit van. Előzőleg megjósoltam. Hát figyelj, én azt szerint megyek. Arra pont belefért ez a kis pirosozás. Fordulj. Ja, értem. Végül is, miért akarnak megspórolni 5000-et, ha el is tudjuk költeni? Ki kell. Hát ennyit határoztam el, tehát a büdzsét azt az ember kihasználja, nem? Vagy én tippeltem. Tehát, hogy ez nem volt büdzsé. Sosem volt büdzsénk. Akkor beszéljük meg legközelebb előre, hogy mit határozunk meg. Nullát. Azt sajnos ezt nem fogadhatom, mert tartatatlannak ítélem. Második ötlet? Fordulj balra. Mindegy, akkor... Oh! Jógi! Ez még jó volt. Igen, Forma 1-esre vetted a figurát. Babánk felmegyen mindenen, azt látom. Oh, ott hallottad? Mit? Leváltott a hatost? Ja, ugye te nem, nem hallod, ugye? Hallod? Hallom. Mit hallod? A bal fülemben, hogyha nagyon közel megyek az autóhoz, akkor hallom. Igen. Valami iszonyatosan el van baszva. De értelmezhetetlen. Na mindegy, ez fel fog menni, Marci. Már most mondom neked a bizony nagy dombon is. Miért van az, hogy a Passat nem megy fel, ez meg igen? Hát, mert ez még autó. A Passerati meg igazad van, a Passerati meg igazából egy kincs. Ez még autó, az meg vitál. Az egy műszaki zsenialitás. Hát, az... Hát reméljük, hogy nem jön senki. Mindenki bízott benne, ez határ, annyit se. Ez határ. Jó. Mit izgulsz, bazeg? Olyan fékeink vannak. Ez nem az a bizonyos vonat. Erről van leszállás? Leszállás, elszállás, az mind a kettőről van. Csak valamelyiken nincsen fék, valamelyiken meg van fék. Ezen van. Jó. Úgy érzem, nem ismert meg a popkulturális utalásom. Dehogy nem. Hát tudom, hogy ez melyik vonat. Akkor jó. Ettől még nem vagyok biztos, hogy nem azon a vonaton vagyunk. Hát, ez nem, szerintem vonaton biztos, hogy nem vagyunk. A rolleren még tudunk lenni. Hogyha nagyon bénák vagyunk, akkor még egy rollerre föl tudunk szállni, de a vonatokat szerintem most elkerüljük. Bár attól függ, milyen kedvű rendőrbe futunk esetleg. Hát mindjárt. Akkor az viszont a rolleren találkozunk a féktelen vonattal. Aha. Merre egyenesen? Figyeld, ez jó lesz. Jézusom, ebből nagy baj lesz! Fordulj balra. Jó volt. Mi van, csúcsú? Csúcsú! Easy. Mindjárt. Csak nem. Nem, hát tűz, ilyenkor ők ebédelnek. Meg repül Harry Potter. Így, bazd meg. 500 métert. Már túlmentünk volna a büdzsén. Egy piros. Igen. Mondjuk ezért álltam. Ez pont egy szarabb piros, mert az előzőnél nem volt utána egy domb. Szóval, ha valamelyik piros, ha egy piros kellett volna választani, ezen mentem volna most át, de... Az életem kívánságműsor. Nem tudtam, nem számoltam ki. Megmegyünk. Nem számoltam ki jól, azt hittem, hogy ez még pont zöld lesz, tudod. Ezzel simán fel fog menni, mit aggodalmaskodsz? Nem, csak hogy ez így most nagyobb tempót vesztettünk. Ez egy Erste Klasse gépjármű. Erste Klasse? Master Klasse. Weltmeister. Ha? Megállt ő. Már írta volna, vigyettek el. Fordulj balra. Ne haragudj, bátya, most itt nincs. Nincs fuvar. Most ami a csövön kifér. Megérkezett a fizetésem. Ez beszarásba. Ott van, írja. Uram, a vajeletben már. Hát nem anyas vagy, te Hát gondolom bajba volt azért.
Hát mi nagyobb bajba vagyunk. Mi sokkal nagyobb bajba vagyunk, mert ha az a gyémánt eltűnik, akkor sírni fogok a válladon. Fúrtunk egy lyukat órákon keresztül, a semmiért. Nem, meg lesz az, én hiszek benne. Teenager szerelem, mi? Igen. Még egy határ, határa fogják. Még egy, hát eddig is itt volt. Hát nem azt mondom, annyi határon megyünk át. Hát mert ilyen messziről hozzuk ezt a kedves kis futót. Mennyi ideig maradott? Mi? A cuccunk. Nem emlékszem, bazd meg. Most miért traktálsz engem mindig ilyen részletekkel? Hát ki emlékszik már rá? Bocsi. Azt hiszem, hogy... Ilyen... Volt egy olyan, hogy 3 órás, az biztos, de lehet, hogy azt utána felülírtam, hogyha 3 óráig nem nyúl, mert ugye, hogyha hozzányúlsz, azt tudom, hogy azt... Menj. Ez itt mi a fasz? Valószínűleg most beszélik meg az új Olli tartalmat. Mert hogy ugye úgy van, hogyha hozzányúlsz, tehát magyarul interakcióba lépsz a kiválasztott izével, akkor újraindul ez a körforgás. Erre de. Emlékszem. És ezért meghatároztunk egy nagyobb számot, de azt utána levetettem, hogy tök fölösleges, azt beszéltük meg, hogy igazából annyi ideig nem nyúlsz hozzá, akkor valószínűleg nem is fogsz a közeljövőben, úgyhogy most lehet, hogy 1 óra. De az is lehet, hogy nem 1 óra. Tudod, mi van? Fogalmam nincs, nem emlékszem rá. Jó, hát figyelj, kiderül. Igazából... Ott van Boris. Boris? Fenn a Safe Man. Ő a Safe Man? A Boris? Ja. Ja. Kedvenc nevem a Boris. Benne van a kedvenc szavam a Boris. Aha! Menj 300 métert. Micsoda, kifinomult humor. Hát ez... Lámpa lesz. Nem lesz lámpa. Ezt nem értem, hogy ki az, aki itt megáll ennél a lámpánál. Nem lesz lámpa. Ó, bazd meg, majdnem belebaszottunk a babömbibe. Hát szerintem is. Én is ezt akartam mondani, hogy itt max a mi lámpánk fog elmenni. Nem. A bömbölte lámpája ment volna. A mi lámpánk már elment. Vagy nem, most mondjuk pont azért. A jobbos az pont világít. Jó, ez kiváló. Bazdik, ez ennyire lazán jön vissza ez az elada? Igen. Hát ez beszerelt. A szép gép. Na itt álljál meg. Miért? Hát én berohanok, gyorsan megrendem, mit rutinozodik, fordulj meg. Jó. Gyors megrendelem. Mi kell nekünk? Sín meg talfa, ugye? Igen. Akkor mindegyikből hozunk most csak egy-egy adagot. Abból megépítjük azt a sínt, ami oda kell. És akkor ne felejtsük, hogy most nem 2-2-t hozunk, mert az 2 kanyar lenne, hanem felteszünk egy ilyet, egy olyat, jó? Jó. Érted? Igen, nem, de oké. Jó, mindegy, ne foglalkozz vele, én értem, az a lényeg. Kurva lassan tolat valamilyen. Számítógép. Rendelés. Neked a Nutell megengedte, hogy számítózzál most. De jó neked? Megem. Ah, mert valami gödörbe voltam, azért nem tudott ezt találni. Hát gyerekek, ezt jó, hogy végignézitek. Okay. Maradjunk abban, hogy egyenes vonalú, egyenletes mozgásban sokkal jobb vagyok, mint nem! Nem az mindegy, akkor menjél. Mi a baj? Hát beültem az elnöki helyre. Ja? Ez így jó, sokkal jobb a balanszunk így, ez így nekem nagyon tetszik. Te miért beülsz valahol az és instant lehúzod az ablakot, nem félsz, hogy... Mert az ocsortányos bőrszak kerülget. Ja, aha. Vedd vissza a cipődet mondjuk. Na merre megyünk? Te bőröd, de mindegy. Merre megyünk? Hát... Bizére, a telephelyre. A mining telephelyre. Hát mondd, mindjárt... Fordulj jobbra. Oh. Nagyon ügyes csávó vagy. Kurva jó vagyok. Jó, most hoztam mozdonyt, láttad? Igen. Csóró. Még csak most. Mi? Mi van mióta?
Malkumozdonyt hoztam, amikor te még kedve se voltál. Így van. Ennyi. Sose értettem ezt. Micsoda? Amikor flexelek az életkoromra. Hát, büszke arra, hogy milyen sokáig eláll a szar. Hát most ezt nem tudom. Nagyon nem. Na, ezt sose értettem én sem. Nagyon nem is tudom más a felsz, hogy... Felszeg, tényleg. Hát most jó, örülj neki. Majd te is ezt fogod csinálni. Én már most is ezt csinálom, de ez most hogy jön ide? Igen, megkérdezed majd, hogy hány éves vagy, 27. Én a te korodban 28 voltam, cucu. Akkor húztuk fel a piramisokat kézzel, kisköcsög, nem amit gépen visegetsz. Azaz. Nyomkodod itt a számítót. Én a te korodban kimentem, és... Futballoztam. Ha, megint egy kis izét, teljesítmény optimalizálás. Üzemanyag az... cel... Jaj. Hihetetlenül optimalizálsz. Közben rákerült a picsákára, de ne foglalkoztam. Le is ért a szar. Hey, az anyját picsája, de megijedtem. Szóval, hogy le is az igen. Az automatikusan kapcsolódó kültéri világítás bátyja. És a második nevem pedig Balázs. Miért? Az első név az automatikus, mivel te kapcsolgatod. Menj, mindegy, hagyjuk magasul. Automatikus Balázs vagy? Is volt. Nem érted. Automatikusan kapcsolódó lámpa. Igen. De hát akkor téged úgy hívnak, hogy automatikus, mivel te kapcsolgatod. Ez középszar poén volt így. Mikor megy ki? Vasárnap? Igen. Vasárnapon. Nem ez érted, mi? Nem. Aha. Mindegy. Hát ez majdnem olyan lesz, mint a majdnem becsületes Reni. Nem, abban volt egy idő után egy kis pozitívum. Ó, itt meg az a pozitívum, hogy lebaszhatom. Aha. Mondom azt, sose állunk meg. El fogunk szállni. Most megmondom neked, sose állunk meg. Nagyon jó. Fordulj balra. Nagyon jó. Oda be. Azaz. Tiszteletem, Dénesbe, hamarosan jövünk a milliókért. Azaz. Azonnal állj rá. Azaz. Elnöki osztályról ki. Szóval automatikus, másik nem Balázs. De teljesen mindegy, hogy melyik névja, föl is kell pakolni. Tehát, hogy lehet töhötöm is. Automatikus töhötöm? Mi lett Balázsra? Ó, bassz meg. Mi lett a... azt hittem azzal a parkoló autóról, hogy ez nekünk problémát okoz. Jó, nem. Ugye, sarkány! Bevert a nyers, de a Petomi ráment. Jó, és sárkány! Ezért nem volt a múltkori amerikai elnök választást, vagy a 2000 ezelőttinél a Hillary Clinton-a. Csak egy sárkány! De bazd meg, ha ez felhúz... Egy olyan Audit akarunk venni. Na? De bazd meg, ezt nem hiszem el. Hát a faszom... Na? Senkinek se kell olyan Audi. Hát ennél jobb autó kinek Szovjet kell? Technology? Szovjet technology? Jézus Isten. Fiat, most nem engedem el a gázt. Reménykedek abban, hogy ma van annyira, elég ideje piros. Nem. Azt hittem, tudod, hogy pont sárga lesz, és akkor rommák kúpoljuk az utcegénkét, itt beszopattam. De jobbra megyünk ám. Már mindegy. Ó, a púbánatos, picsefüstös faszát. De nem úgy szeretnéd megjegyezni, hogy innen már arra kanyarodunk. Hát megyünk de vissza a bányra. Szeretek neki egy ilyen paritja hadműveletet adni, tudod, mint ahogy... Adok neki egy nagyobb lendületet, jó? Óriási vagy. Na, megvan az anyag. Még hát... mindjárt oda is érünk. Nulla darab légijárművem van, szerencsére arra nulla darab a gépjármű adom, de ez már, ezt így kiszúrtam, a fizetésem megjöttekor, akkor ez így már szerintem egy fajta utalás arra, hogy mi lesz a következő, amit vásárolok. Nem, te utaltál az államnak. Nagyon belassult, minusz. Mi van ezzel? Nem? Minusz vagyok, persze. Mindig na, minusz vagyok. Minusz 60, de majd izé, majd összeszedek egy pár ilyen 50 forintos visszaváltós palackot, és akkor majd pluszba leszek. Ó, azt hagyjuk inkább, bazd meg. Na, gyere, dobd be. Nem. Dobd be. Nem vagyok hajlandóról beszélni. Gyere, dobd be. Vannak még. Mesélj. Na, hogy vagy? Hogy van nálatok? Hát sehogy nagyjából, tehát, hogy így... Hogy mondjam neked?
Hallottam olyan emberről, akinek működik és dicséri, hogy tök egyszerű. Én kétszer voltam, mind a kétszer a képkezelővel kell konzultálni. Tényleg? Vagy persze. Én egyszer nem találkoztam ezzel. Vagy eldugult, vagy izé, és hát... De nálatok más van, mert nálatok szerintem... Ugye én... Nincs más, mohú van itt is. De nem hát azt gondoltam, hogy nem izé, OMV mohú, hanem tudom, hogy nem is az, hanem hogy, hogy mennyi van a ti városotok, vagy mondjuk a közvetlen környezetedben hány darab van? Hát ezért mondtam, hogy állandóan el van dugulva. Hát van kb. 2 vagy 3. Ami a közvetlen környezetedben van? Ami a közvetlen környezetemben van, igen. Hát 10 kilométeren belül. Mondjuk az egyébként nem annyira vészes. Te... Most én... Nem, most ez, miért fontos ez, hogy mennyi van? Az a lényeg, hogy bármennyi is van, az nem működik. Azért, mert ugyanaz a bolt a felelős érte, aki azért nem teszi ki az árut, mert sok a dolga. Ja, hogy így összeérnek a szálak. Összeérnek a szálak. És én már nem is, tehát már ne is tett ki, baszok rá. Már nem, már nem tudsz. Tehát, hogy... Nem. Na mindegy, egyszer majd biztos jó fog működni. Én hallottam ilyen legendákat, hogy van, ahol úgy működik ez az automat, hogy bebaszod, és tudja, hogy mi van benne. Hát ez külföldön van. Ja, hát, ja, persze. Hanyatló nyugodtan, igen. Hát a hanyatló nyugodtan, persze. Nálunk itt embereket látsz, hogy fújkálják föl a műanyag palackokat, hogy fogadja be ez a tetves gép az 50 forintos palackokat. Az a másik, hogy nekem nem megy ki a kezemből ez a mozdulat. Tehát, hogy ez a hosszú évek munkája van abba, igen, hogy akár egy sörös dobozt, akár egy, mit tudom, egy ice tea dobozt, ilyen megittad, lement az utolsó korty, és egy feltétlen reflex, így összerottyantja. Majd utána realizálom, hogy bazd meg, utána nem tudom fölfújni, mert nem tudom. Tehát nem tudom, hogy ez hogy lehetne felfújni, ez nem műanyagpalaszk, ugye? Elkezdem visszaalakítgatni gyakorlatilag ilyen lakatos munkával. Most az a baj, nem tudom mit demonstrálni, de ahol a repedés... Kicsit úgy előveszed a régi tínédzserkori rutinjaidat is. Megformázom. Azaz. Megformázom. Olyan vagyok, mint a izé, melyikben van az a ghostba, a szobrász, tudod? Ott, amikor kerámiákkal ott izél. Megformázza. Na körülbelül azt képzeld el, ilyen óriási beleéléssel. Meg visszaformázom, hogy vállalható legyen. Majd ezt követően bemegyek a lakásba, és kibaszom a kukába, mert azt is megszoktam, hogy víz, kibaszom a kukába. Úristen, de jó. És akkor így ennyi. Tehát, hogy nem megy ez nekem még. Még az én nehézségekkel küzdök. Hát érdekes egyébként, mert nálam például én alap, de mondjuk én hozzáteszem, hogy én azért én nem családként gondolkozom ezekbe, és én kurvára nem veszek semmit szinte műanyagnak. Szóval én gyakorlatilag én azt szoktam csinálni, nem azt mondom, hogy örülök ennek, mert nyilván nem, de például nekem olyan szinten nem sokba befolyásolta az életemet, hogy most annyival vagyok előrébb, hogy annyit segít, hogy én minden egyes alkalommal, amikor elmegyek bevásárolni, akkor ezeket a papírzacskókat szoktam mindig venni. És állandóan az van, otthon hagyom azt a tetves papírzacskót, ezért mit kell csinálnom? Bemegyek, vásárolok még egy papírzacskót. Így van. Na most amióta van ez a fia visszaváltós rendszer, azóta otthon van egy papírzacskó, ami ki van nevezve, dedikáltan a műanyag palackos papírzacskónak, és köbő azon a héten, amikor kétszer megyek vásárolni, azok úgy nem, meg se telnek, csak ilyen félig vannak, aztán ilyen 200-300 forintokra visszaviszem. Szóval így, legalább én azt nem értem az egészben, hogyha technikailag kivitelezhető az, mert hogy máshol működik, rak be te, ne átadom neked. Köszönöm szépen. Tehát, hogyha technikailag ez működik... Mi úrunk Krisztus, ki vérét adta, ezen gyémántér. Hogyha ha valahol ez működik technikailag. Igen. Mert hogy működik. Igen. Sikerült kivitelezni másról, úgyhogy nem szopja le a lelkedet alapjáraton, maradjunk igen. Ennyiben, és akkor ennyi megfogalmazás volt. Igen. Nem működik, nem megy vissza, nem látja a kódot. Akkor itt miért nem sikerült egy ilyet megvalósítani, és már is kevésbé lenne ráncolt a homlokom. Én tudom, mit nem értek. Én nagyon sok mindent, de most ez nem tudom, hogy jön ide.
Na mondjad. Hogy leszopatjuk magunkat a fasságokkal, hogy nem lehet olyan kupakot gyártani, amit nem lehet levenni. Majd miután leszopattuk magunkat ezzel a hülyeséggel, hogy nem lehet olyan kupakot játenni az üvegpajas tetejére, amit le lehet venni, mert hogy sokan dobálták el tudom képzelni. Mert mennyire logikus egyébként, hogy a kupakot elpöckölöm, és de ezt, na mindegy, elhagyom a kupakot, hogy hagynám el, mindegy. Szóval, hogy nem lehet úgy flakon gyártani, ugye, hogy nem levehetetlen, vagy hogy levehető a kupakja. Oké. Okay. Bevezetjük, működik. Majd utána annyi eszünk van, hogy egy ilyen mohós rendszerre megfogjuk és rá nyomtatjuk a cetlire, még egyszer mondom, a cetlire az, hogy 50 forint. És sértetlenül vidd vissza, és olyan reklámokat az Ördög Nóri, imádom szarokon, az Ördög Nóri ott áll, és egy ilyen baszom nagy kosárba, érted, mutatja a visszavívő üvegeket, meg izé flakonokat, hogy na most akkor indulhatunk bevásárolni. Hát hogy ne? Érted? Akkor lakjuk össze még egyszer logikailag. Van egy kupak, ami nem jöhet le. Itt van. És van egy cetlin, egy 50 forintos, ami miatt nem nyomhatod össze, mert ez a tetvedék a cetlit olvassa le, meg megnézi, hogy mekkora az üveg. Miért nem teszitek össze a kettőt? Ezt nem vehetem le. Nyomtasd ide az 50 forintos szarodat, és olvassa le ezt kupak alapján, hogy mekkora az adott flakon, azt hagyjatok engem békén, és hagyd nyomogassam össze a szarjaimat. Mert egyébként egy nagyobb családnál, meg tök sok olyan családot ismerek, akik meg nem úgy vannak, mint én, hogy hát egyébként tök el vagyok a csapvízzel, és nem veszegettem a kartonszámra a vizeket, meg a savas vizeket, meg stb. Hanem így általánosságban viszonylag kevés ilyen műanyag fogyasztás van. Meg hogyha szénsavas, de akkor is ilyen géppel csinálom, stb. Itthonival. Szóval, hogy de tök sok olyan család van, akinek emiatt két opciója van, vagy fönntart egy külön helyiséget idézőjelben ahhoz, hogy ezeket a szarokat tárolja, mert egyébként annyi műanyag fogyasztásuk van, vagy pedig megy gyakorlatilag kétszer-többször boltba az, aki ezeket visszaviszi. Na már most kérdezem én, Mr. Doktor környezetvédés, így úgy amúgy lófasz Jóska, az hol környezetvédelem, hogyha nekem kétszer annyit kell amúgy üzletekbe járkálgatnom, mint amit általánosságban szoktam járkálgatni? Nem de miért nem ész gyalog, bazd meg? Nem hiszem, hogy egyébként tök igazad van. A kosárkámmal, nem? Amiben ott vannak az üvegek, meg nem a dobozok. Nem tudom, csak hogy engem az basz fel, hogy viszont jó, akkor ne nyomtass a kupak. Egyébként azóta nem lehet visszacsavarni rendesen az üvegeket, mert megbasz az a kupak. Persze. Így a menet is elszállt, ami az eddig működő, jó működő menetes rendszer is egy rakásszal. Na mindegy. Az akkor ne. Jó, rendben. Legyen. Tiszta ideg vagyok attól a kupaktól már, mióta behozták. Gyere, na, izé. Ja, azt akartam mondani, hogy menjünk vissza, azt öntsük ezt ki. Jó. De maga, hogyha technikailag ez sikerült kivitelezni máshol, hogy fogom, bebaszom, és két perc alatt elrendezem ezt a történetet, akkor itt miért kell azért, egyesülni? Azért, mert itt a... Vagy van egy kis kaszinós élmény, hogy újabb 50-es, és... Ebben amúgy hozzáteszem, utólag töltött csapvíz van, mielőtt itt bárki mondja, hogy nem iszik izé, milyen flakonba. Töltöttem bele csapvizet. Mert mosogatni nem szeretek. Most mi van? Várjál, most semmi lemaradtam csak, semmi egy körre. Csak körbe ittem egy kortyot, aztán mondottam, hogy... Megvédem ja, magam, mielőtt... Ja, én elmondom neked, hogy az ásványvizet azt arra használom, az üveget megvesszük, kiöntöm belőle a picsába a vizet, ami benne van, és teszek bele rendes vizet. Hát, ez viccen kívülvállom. Nem iszok én ilyen izéket. Csak ha minden kötél szakad, és nem tudok mást. Hát akkor miért nem veszel egy szimpla üveget? Milyen hát az is egy megoldás, üveget? Csak azt mindig összetörném. Ja, aha. Tudod, hányszor rejtem le ezt a szart? Most ott mi a fasztálsz egyébként? Jó, nyugodj meg, várjál, mert sok itt most a hangzavar, meg impulzus, meg élmények, meg dolgok.